Sok felmérés készült az ország lakossága körében, ami azt mutatja, hogy az emberek nem szeretnek foglalkozni a pénzükkel. Elsősorban azért, mert úgy gondolják, hogy nem értenek hozzá. Nem igazán szeretnek befektetni a magyarok, pedig általában lenne miből. Ezt mondta a budapesti értéktőzsde vezérigazgató helyettese a Konkrétban. Ahhoz képes kell beállítani az ember befektetési stratégiáját, hogy melyikkor a pénzügyi jövedelme, milyen háttere van. A nem feltétlenül a felső 10 000 számára megfelelő tér a tőkepiac, már nagyon kis pénzzel is érdemes befektetni. Mi azt szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy mindenki lépjen előre egy lépést legalább. Ha valaki eddig csak mondjuk a bankbetétet használta, ismerkedjen meg az állampapírokkal, ha már azt ismerte, akkor ismerkedjen meg a befektetési alapjegyekkel, és így tovább, és így tovább. Ha nem csak Magyarországra jellemző visszafogott befektetési hajlandóságon változtatna a bét, ezért szervezik ingyenes országos tőzsdei roadshow-jukat, melynek első vidéki állomása csütörtökön Győr lesz. Az Etó Park Hotelbe várnak mindenkit, aki érdeklődik a befektetési lehetőségek iránt. Maga a rendezvény az két részből fog állni. Az egyik rendezvény az kerekasztal beszélgetések és előadások fogják váltani egymást, így gyakorlatilag az alapoktól kezdve végigvesszük a befektetési ismereteket, kezdve onnan, hogy mi a kockázat és hozam kapcsolata, mennyi pénz kell ehhez, mit gondoljon végig az az ember, aki egyáltalán szeretné valamilyen eszközbe fektetni a pénzét. Ez mindenki számára nagyon ajánlat lesz, és emellett az előadások és a kerekasztal beszélgetések mellett lesz lehetőség a velünk érkező befektetési szolgáltatókkal, brókercégekkel személyesen is találkozni. Ha kíváncsiak rá, hogy mi minden lesz a csütörtöki tőzsdei nyílt napon, és hogy miért érdemes annak is befektetni, aki legfeljebb csak néhány ezer forintot tud összespórolni havonta, akkor nem ulasszák el a Hírodó után kezdődő Konkrét című műsorunkat.